Vasárnap rendeznek népszavazást Svájcban arról, hogy korlátozzák-e az EU-s állampolgárok letelepedését és munkavállalását. A népszavazást a jobboldali populista párt kezdeményezte. Ennek nincs köze ahhoz, hogy túl sok vagy túl kevés-e a külföldi. Személy szerint én bevándorló családból származom, orosz származású svájci vagyok, de a kezdeményezésünk a svájciak foglalkoztatását preferálja, mondja a populista párt aktivistája. Más a szociáldemokraták álláspontja. A genfi parlament egyik tagja szerint szükség van idegen munkaerőre, mert bizonyos szektorokban munkaerőhiány van, ezért a svájciak érdeke is, hogy a jelenlegi állapot fennmaradjon. Svájc ugyan nem EU tag, de aláírta az emberek szabad mozgásáról szóló egyezményt az EU-val, ezért dolgozhatnak az alpesi országban uniós állampolgárok. A referendum nem csak erről szól, a svájciak vasárnap szavaznak a védett állatnak számító farkasok kilőhetőségéről és az újszülöttek után járó apassági szabadnapokról is.